Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hármas kapcsolat. Te, ő és egy harmadik nő a háttérben. A lenomált kártyáknál a kígyó szimbolizálja ezt a hölgyet, tehát mondhatnám úgy is te, ő és a kígyó. Először megnézzük ennek a nőnek a gondolatait, és itt megjelenik a koporsó. Az lehet, hogy ő lezár most bizonyos dolgokat a múltból. Az is lehet, hogy örökösödési ügy van a családjában, és ezen elgondolkozik, ezeket kell rendeznie. Amit ez a koporsó még jelenthet, hogy az ő kapcsolatuk véget ér. Az érzelmekre a szív utal. Lehet, hogy ez a nő még szereti a lelki társadat, vagy szereti az anyagiakat, hiszen a halak itt vannak a közelben, és jelentik a pénzügyi dolgokat. Azon kívül itt ez a ház szintén anyagiakra utal. És lehet, hogy az anyagiak miatt, mert ezt szereti, ezért maradni akar ebben a kapcsolatban. Amit tenni fog, azt jelenti ez a ház, számára fontos a biztonság érzete, vagy a környezet, a szomszédok, a rokonok, és megpróbálja befolyásolni őket, hogy az ő pártján legyenek. Most megtekintjük azt, hogy a lelki társad hogy gondol erre a nőre. Itt megjelenik a felhő, és az azt jelenti, itt valami átláthatatlan, titokzatos, vagy úgy érzi, ez a nő eltitkol előle valamit. Az érzelmekre itt a halak utalnak, és a halak jelentik az anyagiakat, a pénzt, tehát az anyagiak összekötik őket. Mit fog tenni? Erre utal ez a levél. Itt lesz egy hír, vagy ez a levél utalhat dokumentumokra is. Itt van a pecsét, tehát le lesz ez pecsételve, ez biztos, hogy itt bizonyos hivatalos dolgokat kell rendezni. Lehet vállás és egy bírósági ügy is. És hogy gondol rád? Itt látható ő személyesen, ami azt jelenti, ő áll itt a középpontban, és elvárja azt, hogy te feltekints rá. Mit érez irántad? Itt a könyv jelentheti azt, hogy ő tudja, hogy nálad megvan a tudás, az intelligencia, és ő ezt értékeli, de mivel ez a könyv be van csukva, itt jelenti azt, hogy ő zárkózott, és nem beszél nyíltan érzelmekről. Mit, hogyan gondolj te, ami ezt a hármas kapcsolatot illeti, itt megjelenik ez a lovas férfi. Ez jelentheti azt, hogy előre mennek az események, de jelenthet egy másik férfit is, és mivel itt van mellette a horgony, ami jelenti a munkát, a hivatást, ez lehet egy munkahelyi kapcsolat is. Nem biztos, hogy a te munkahelyeden, hiszen ez lehet az ő munkahelye is. Amit ez a horgony itt még jelent, és ez utal a jövőre, hogy le tudsz horgonyozni. Itt lesz egy tartós párkapcsolat, vagy vele, vagy vele. És az érzelmeidet itt látjuk. Itt a madarak jelentik a könnyűséget, azon kívül a kommunikációt, tehát beszélsz majd érzelmekről. A csillagok szerencsét hoznak, amit a csillagok még jelentenek, hogy minden úgy történik, ahogy a csillagképekben ez meg van írva, tehát bíz a jövőben. És mit tudnál tenni annak érdekében,
hogy javuljon köztetek a helyzet, itt ez a kereszt utal a hitedre. Higgy ebben a szerelemben, vagy higgy a jövődben. Ha nem ez a férfi az igazi, akkor itt látható, hogy megismerkedsz még valakivel. Amit a kereszt még jelent, amikor a sors utatok kereszteződik, tehát itt lesz egy találkozás. Amit a kereszt még jelent, hogy elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. És minden úgy lesz, ahogy a csillagokban meg van írva, tehát bíz a sors utadban. A jövő itt látható, és ez a virágcsokor, ez jelenti a te szépségedet, a kisugárzásodat, a szerencsét, egy kellemes meglepetést, ajándékokat, vagy egy eljegyzést, ami a munkát, a hivatást illeti, akkor az lehet egy magánvállalkozás, vagy egy kreatív tevékenység. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!